köszöntöm Önöket, itt vagyunk Tiszagyendán, Kovács Szilviával, Karcagváros alpolgármesterével beszélgetünk, hiszen konyhakertek vannak itt is. Mi lesz a mai napom? A mai napon Jászlóskun-Szolnok megye eddig csatlakozott településeit és a tavalyi csatlakozott településeket várjuk szeretettel, hiszen értékeljük a 2015-ös évet, és meghirdetjük a 2016-os évet is. Egy tájékoztatót adunk minden érdeklődő számára, illetve a 2015-ös év jól dolgozó koordinátorainak, csatlakozott településeinek szeretnénk átadni az elismerő oklevelet egy csekély, szerény ajándékkal. És én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény egy jó alkalom arra, hogy ismerkedjünk egymással, együtt eltöltsünk egy kellemes délutánt, beszélgessünk, tervezzünk, és megalapozzuk a 2016-os év programját. Itt, ahogy érkeznek közben a polgármesterek, polgármesterasszonyok, mert mindenki rögtön jelzi, hogy igen, aláírunk, tehát azt gondolom, hogy az idei verseny már javában zajlik a háttérben. Így van, zajlik a verseny, és nagyon sok településsel, akik bejelentkeztek, illetve akik nem jelentkeztek be, de megteszik tiszteletüket és jelzik felénk, együttműködési megállapodást fogunk ünnepélyes kereteken belül aláírni, és ez egy jó alkalom arra is, hogy a fölmerülő első kérdéseket gyorsan meg is beszéljük, tisztázok, és úgymond útjára indítsuk a településeket a 2016-os programra. Nem lehet azért elégszer beszélni arról, hogy mi lesz az idei év, hiszen minden évben van valami meglepetés, van valami újítás. Mi lesz az idei évnek a meglepetése, vagy plusz dolga a tavalyihoz képest? Az idei év fő szlogenje több generációs kert, tehát nagyon szeretném, hogyha ennek jegyében, ennek a külön plusz adaléknak a jegyében a legkisebbek is kijönnének a kertbe, és művelnék a nagyszülőkkel, dédszülőkkel a kertet, és eltanulnák ezzel a mozzanattal a kertművelés minden csínyát, bínyát. Így aztán nem kell majd később a nulláról kezdeni, akár felnőtt korban a kertművelést. Reméljük azért, hogy az idei év időjárás egy kicsit kegyesebb lesz, ha bár most azért az elmúlt hetekben rengeteg eső esett, de hát azért még lehet készülni a tavaszra. Lesz-e valami olyan plusz dolog, amit esetleg kérnek a kertesektől, hiszen sokszor beszéltünk már az esővízgyűjtés fontosságáról, a biomódszerekről, ezt is gondolom, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik. Így van, az elvárások és a kritériumok semmit nem változtak, a több generációs kert lesz az előny, tehát az előny fog mindenképpen élvezni, hogyha valaki az unokáját, dédunokáját bevonja a kertművelésbe, és a többi szempont az marad. Egyébként visszatérve az időjárás viszontagságára, szinte minden évet ilyen nehézséggel indítunk, és nekem az a tapasztalatom, hogyha nehezen indul egy év, nagy havazás, késői tél, sok eső, sok csapadék, akkor mindig egy olyan jó évet zárunk, és én bízom abban, hogy ezt idén is elmondhatjuk majd magunkról. Reméljük így lesz, és én azt kívánom, hogy akkor a 150-200-300 település csatlakozon, és a kertesek száma pedig akkor a 3000 körül legyen. Így van, és ezt kívánom magunknak, illetve azt, hogy minden településen gyönyörű csodakertek szülessenek, és minél többen mutassák meg a konyhakertjüket, és minél többen tudják közkincsévé tenni azt, amiben dolgoznak, ami az életük. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeket, a Legszebb Konyhakertet, Magyarország Legszebb Konyhakertjei Program országjáró körútjának harmadik állomásán Tiszagyendán. A 2015. évi évértékelő 2016-os év program hirdető rendezvényén. Már is egy elnézéssel kell kezdenem, mert az előzetes program szerint Ballog Zoltán alpolgármester mondott volna köszöntő beszédet, de neki Pestre kellett mennie, ezért elnézést kérünk, úgyhogy engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Fuder Lászlónét, helyi önkormányzati képviselőt, az általános iskola igazgatóját, aki köszönti a megjelenteket. Marika. Kedves vendégeink, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Legszebb Konyhakertek Program országjáró rendezvényének tiszagyendai állomásán. Külön köszöntöm Szabó Mátyás főosztályvezető urat a Földművelődési Minisztériumból. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia ötletgazdát, programvezetőt, alpolgármesterét és külön szeretettel segítő munkatársait. Köszöntöm Jászlóskun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye megjelent polgármestereit, programkoordinátorait, kertművelőit, képviselőit. Köszöntöm Tiszagyenda képviselőtestületének megjelent tagjait, községünk kertművelőit és a megjelent kedves vendégeket. Nagy megtiszteltetés községünknek,
hogy Gyula és Nagy Kazinizsa után mi is otthon tarthatunk az idei programértékelő, programhirdető országjáró körút egyik állomásának. Tisza Jenda idén másodszor nevezett a legszebb konyhakertek programjába. Az elmúlt évben nagy sikerrel bonyolítottuk le a kertversenyt. 14 család nevezett be, ami az 1000 fős kistelepülésünkön a lakosság számunkhoz képest igen jó arány. A múlt év a tanuló évünk volt, idén viszont már csatlakozó rendezvényeket is szervezünk az érdeklődőknek, a kertművelőknek. Kiemelt figyelemmel fordulunk a gyerekek felé, hisszük, hogy minél kisebb korban kezdenek megismerkedni a kertművelés kultúrájával, a zöldség és gyümölcs termesztés hagyományaival, annál hamarabb bevonhatjuk őket is a konyhakertes munkalomba. Szeretnénk, ha minél többen művelni kertjeiket, ha minél többen egészséges élelmiszert tennének családjaik asztalára. Kertlátogatások, zöldség, gyümölcs, szépségverseny, vadnövényes főzőtanfolyamot, közös főzéseket, vetítéseket szervezünk, és az idén először meghirdettük az Én kis kertem kertemben rajzversenyt is a gyermekek számára. Kívánok valamennyi csatlakozó településnek sok szép kertet, jó hangulatú kertszemléket, bő termést és sikeres kertszezont. Köszönöm szépen! Felkérem Szabó Mátyást, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztályának főosztályvezetőjét előadása megtartása. Köszönöm szépen! Én is nagy szeretettel üdvözlöm Önöket a Földművelésügyi Minisztérium elnökében. Előadás, ilyen klasszikus, hagyományos előadással nem készültem. Ugyanakkor egy rövid üdvözlőbeszédben szeretném Önöknek felvázolni, hogy a minisztérium miért gondolja támogatásra értelmesnek ezt a mozgalmat. Természetesen az FN szakmai céljai is vannak, és keresi a vidék szeretete, a mezőgazdaság szeretete mellett önös érdekek is vezérlik. Mi az a pár szempont, amit mi megtalálunk a legszebb konyhakertek mozgalomban? Először is mi azt tapasztaljuk, hogy a falvak, amit mi látunk a vidéki mozgásaink során, hogy a falvakban egyre több a gondozatlan, vagy gondozott kert, de csak gyeppel, kutyával, egyre több olyan portát látunk, olyan utcaképet látunk, ami eltér a hagyományos termelési mezőgazdaságba beágyazott faluképtől. Az FM-nek az a legfontosabb érdeke, hogy minden talpaetnyi földterület meg legyen művelve. Innen közelítjük meg ezt a mozgalmat, és ezért tudjuk támogatni, hisz ez a mozgalom, ez a verseny, ez pontosan azt szolgálja, hogy egyre több helyen, egyre nagyobb számban, egyre több ember felvállaltan a kertészkedésbe, a kertművelésbe fog, és esetenként olyanokra is átterjed, úgy terjed ez a mozgalom, akik már felhagytak vele, vagy eddig nem is gondolták volna, hogy ezzel kellene foglalkozni szabadidejükben. Természetesen azt is tapasztaljuk, hogy a gyakran emlegetett előregedő falvakban kezd kiveszni az a helyi tájfajtákhoz kapcsolódó helyi termelési módok, praktikák, trükkök, helyi talajviszonyokhoz, helyi éghajlati viszonyokhoz kapcsolódó tapasztalati tudás, ami viszont rendkívül értékes, mi azt gondoljuk, az a teljes ország és a nemzet szempontjából. Ezt a szempontot is támogatja ez a mozgalom, hisz akkor, amikor több generációs kertekről fog a polgármester asszony beszélni, több generációkról, közösségi kertekről, óvodákról fog említést tenni előadásában, akkor mind azt látjuk, hogy a többségében időskorú emberektől átkerül, átadódik a tudás, és ami még fontosabb talán, nem feltétlenül, de eléggé fontos, hogy az igény is átkerül. Nagyon kicsi korban, ha elkezdjük a gyermekeinket hozzászoktatni a kerthez, és nem csak a díszkert használatához, terv műveléséhez, akkor meg lesz bennük
az a kényszer, az a belső igény, hogy ezt felfolytassák majd felnőtt fejjel is. Erre majd azért fogok egy pár személyes példát is mondani. Harmadrészt azt gondoljuk, mint a környezetvédelmér is felelős tárca, hogy ezek a kertek, ezek élőhelyek. Kertművelőknek, vagy a kertgazdáknak nem biztos, hogy jó jön, de a károkozók és a természetes láncoknak a részei, az ott élő károkozók, vagy haszonállatok, esetleg emlősök, kisemlősök, bogaraktól kezdve, madarakon át, minden növényfajtán, ezek mind élőhelyek és a biodiverzitást erősítik a mi szempontunkban, úgyhogy tovább, és úgyhogy támogatjuk ezt a mozgalmat ebbéli kihívásaiban, vagy ebbéli céljaiban is. Ilyen volt az, amikor madárbarát kertversenyt hirdetett meg a mozgalom, ilyen volt az, amikor a különböző virálati szempontokban megjelennek azok az élőhelyeket szolgáló szempontok, amik számunkra fontosak. Nagyon fontos, hogy a kertművelés az egy nagyon tudatos és nagyon tevékeny életforma, ezt is terjeszti ez a mozgalom, hisz a kertművelő, ha más nem, permetezési naplót, vetési tervet csinál, akár több évre, kifolyólag, vagy előre tervezve, beosztja az idejét, tudja melyik évszakban, melyik napszakban mit kell csinálnia. Tehát a ma általunk gyakran tapasztalt testpettséget, vagy elhagyást, az önmagát elhagyó népességet egy kicsit próbálja megmozdítani. Ehhez is hozzájárul a mozgalom, ahogy hozzájárul az önrendelkezéshez is, számunkra nagyon fontos, de a mozgalom ötletadója, alpolgármester asszony is fog erről beszélni, hogy amikor kiegészítő élelmiszerforrásként tekintünk a kertre, akkor igenis az önrendelkezésünket, a függetlenedésünket is szolgálja. Ezek azok a szakmai szempontok, amiket nekem szakmai megbeszéléseken, fórumokon, amikor bármilyen dokumentumban fel kell sorolnom, amikor erről a mozgalomról beszélek. Az agrárfejlesztési főosztály van kijelölve erre a feladatra, hogy támogassa ezt a mozgalmat, és ezt mi örömmel tesszük, ahogy örömmel viszünk mozgópiacot is az FM épületébe, helyi termelők és valódi parasztok meghívásával. Így. Én kívánok az önök munkájához sok-sok sikert, tudom, hogy itt településvezetők és koordinátorok is vannak. Nagyon nagy szükség van az önök munkájára, hogy egyre több helyen tudjanak hasonló belvárosi gyerekek is nekiállni és megművelni a földet, mert érték. Úgyhogy köszönöm szépen! Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak! Felkérjük Kovács Szilvia programigazgatót, Karcagváros alpolgármesterét. Mutassa be a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 2015 évi eredményeit, és hirdesse meg a 2016-os évet. Köszönöm szépen! Tisztelt főosztályvezető úr, tisztelt polgármesterek, alpolgármesterek, tisztelt koordinátorok, kedves kertművelők, kedves vendégeink! Először is szeretném megköszönni Tisza Gyendának, hogy helyet adott ennek a rendezvénynek. Nagy örömmel jöttünk, hiszen egy lelkes közösségbe érkeztünk, nem először már, és remélem, hogy nem utoljára. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a rendezvényt, és én bízom abban, hogy innen mindenki csak jó élményekkel és tetre vágyakozva fog távozni. Nézzük akkor, hogy a 2015-ös évi programban mit is tettünk, milyen eredményeket értünk el. Fontos arról beszélni, amit már főosztályvezető úr is említett, hogy miért is nem művelünk még kertet. Nagyon sok kifogást találunk erre, csak egy párat szedtem össze, talán reggelig tudnám sorolni, hogy ki miért nem műveli a kertjét, udvarát. Kicsit rosszul látszik, ezért elmondom. Nagyon sokan úgy vélekednek, hogy csak a nagyszülők foglalkoznak ezzel a tevékenységgel. Igazuk van. Igazság szerint nekik van rá idejük jobban, és ők még úgy nőttek föl, hogy kert nélkül nem teljes az élet, és nem is tudnak másképp élni. Viszont
ennek az a veszélye, hogy a fiatalabb generáció úgy vélekedik, hogy miért műveljen kertet, hogyha az idősebbektől, az öregektől megkapnak mindent. És ebben valljuk be, őszintén nagy igazság van, kényelmessé is tesz bennünket, és milyen jó érzés megkapni a kosár almát, hagymát, hagyne soroljam mi minden zöldséget, gyümölcsöt, tudván, hogy a nagymama, nagypapa, szülők, tétszülők azt egészségesen, de nekünk is megtermelik. És a másik csábító erő a kereskedelemben, nem sorolom, hogy milyen üzletekben, gyönyörűen a polcokról ránk mosolygó zöldség, gyümölcs, egyen paradicsomok, egyen almák, egyforma nagyságban, keménységben, pirosságban, bennünket csábítanak, és bizony sokan azt gondolják, hogy olcsóbb megvenni, nem hiszem, hogy finomabb lenne, biztos, hogy nem finomabb, és én úgy gondolom, hogy nem is olcsóbb, és én úgy gondolom, hogy ebben el is kellene belemenni, hiszen ezt nem számításos alapon kell eldönteni, hanem életminőségben kell ezt nézni. Sokan nem tudják egyébként, hogy a fürtös paradicsom milyen áron egyformán érett az elejétől a végéig. Nagyon sok vegyszer kell ahhoz, és nagyon sok kémiai anyag kell ahhoz, hogy egyszerre pirosodjon meg egy ekkora fürt, és mondjuk egyforma nagyságú paradicsomok legyenek rajta, és paradicsom-paradicsom között fogásra, színre, semmire ne legyen különbség. Mindennek megvan az ára, mi fizetjük meg hosszú távon az árát? Hát nem csengő forintokban, hanem az egészségünkben. És akkor el lehet rajta gondolkodni, hogy mi az olcsóbb. És igen, itt jön a kifogás, amit főosztályvezető úr nagyon jól és szemletesen megcáfolt számunkra. Nincs időm, szoktuk azt mondani. Így van, arra nincs ideje az embernek, amire nagyon nem akarja. Én is sokszor ebbe a hibába esem, higgyék el, hogy nincs időm megművelni a kertet, de ha nagyon szigorú lennék magamhoz, és minden nap csak egy fél órát kertészkednék, akkor úgy gondolom, hogy nem lenne semmi probléma az én kertemmel sem, és nem a párom művelni rendszeresebben, hanem én is. De én úgy gondolom, hogy tudatosan rá kell magunkat szorítani arra, hiszen higgyék el, amikor az ember egy nehéz nap után, akár sötétben is, de végigmegy a kertjén és 5-10 gyomot kihúz, akkor a lelket megnyugszik és sokkal jobban érzi magát, és én úgy gondolom, hogy ez mindenre terápia tud lenni. Tehát ez ne legyen kifogás, hogy fáradt vagyok. Amint viszont jobban el kell gondolni, ez a nem értek hozzá kifogás. Nagyon sokáig ezt nem tapasztaltam, de az elmúlt évek kertbejárásai során egyre többen kérdezték meg tőlem, hogy ők most már felásnák a kertet, de akkor mit is csináljanak, és hogyan is kezdjenek hozzá a kertműveléshez. És amikor ezt Karcagon egy 20-valahány éves lány megtette, akkor tényleg elgondolkodtam rajta, hogy úristen, tényleg van olyan ember, aki nem tudja, hogy mit kell egy földdarabbal csinálni. És akkor mit is mondanék én neki? Milyen tanácsot tudnék ott rögtön a kert mellett állva adni? Igazából semmiért, hiszen ez egy hatalmas folyamat, ez egy hosszú folyamat. Ezt nem lehet így egyszerűen egy csettintésre elmondani és mindent megtanítani vele, és elindítani sem a kertművelés rögös ösvényén. Ez egy hosszú folyamat. Fel kell nőni egy nagymama, nagypapa, szülők mellett, és gyerekkorban is kertészkedni kell ahhoz, hogy ne tegyünk föl 20 éves korban ilyen kérdést. És itt van a felelősségünk, hogy igenis a gyerekeket vegyük be ebbe a mozgalomba, műveljünk együtt kertet velük, mert ha nem is tudatosan tanítjuk őket, de csak mellettünk vannak, higgyék el, minden tudás, de főleg a föld, a kertművelés szeretete rájuk fog ragadni, és azt nem lehet róluk lemosni. És hogy miért is indult el ez a program? Túl azon, hogy ne legyenek megnőletlen kertek, azért, hogy akik művelik a kertet, azok végre egy kis figyelmet, megbecsülést kapjanak, hiszen megérdemlik. És ami nagyon fontos, hogy a hagyományokat meg tudjuk őrizni, fenn tudjuk tartani, ne vesszen el, és népszerűsíteni tudjuk ezeket. És ami a másik nagyon fontos cél, hogyha valaki már igényt érez arra, hogy szép, rendezett környezetben éljen, akkor az, ahogy főosztályvezető úr mondta, ne merüljön ki gyebben és kutyában, és méltatlanul megtervezett, csupán csak díszkertben, ahol örök zöldek és virágok vannak, hanem igenis legyen mindezen növények mellett zöldség és gyümölcs is,
hiszen az is szép és esztétikus tud lenni. És azzal legalább nem csak a szem, hanem a gyomor is jól tud lakni. Nem egy utolsó szempont. Igen, az idős kertészkedők nagyon nagy tudás birtokában vannak, tudják a fortélyokat, a praktikákat, azt az ismeretanyagot, amit nagyon sok esetben nem írtak még le sehol, ez nekünk nagyon fontos összegyűjteni, és egy almanakba összerendezni. És hogyha mindezt megtesszük, és a gyerekeket bevonjuk a kertművelésbe, akkor egy nagyon nagy értéket adunk számukra, hiszen egy tartást ad nekik, hogy fönn tudják magukat tartani, élelmiszert tudnak maguknak termelni, és így függetlenek is tudnak lenni, keresetkiegészítésként és életformaként is mindenképpen építi az embert. És nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék azt, hogy mi a különbség egy úgynevezett bolti paradicsom és egy frissen leszedett kerti, általunk megtermett paradicsom íze között. Én úgy gondolom, hogy zongorázni lehet a különbséget, vagy legalábbis szavakban nem nagyon lehet kifejezni, akkora köztük a különbség. És ezt az érzést népszerűsíteni kell, minél többen ismerkedjenek meg ezzel, és legyen igényük arra, hogyha kimennek az udvarra, akkor legyen mit letépni, leszakítani és elfogyasztani. És akkor nézzük a 2015-ös évi eredményeket. Hazánkkal együtt 5 ország vett részt ebben a programban, 4 csatlakozó ország volt, ahonnan települések vettek részt és szervezték meg a helyi versenyt. Összesen 234 településen hirdették meg a legszebb konyhakertet programot. Ez egészen pontosan 2207 darab kertnevezést jelentett. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép szám. Volt olyan, aki 2-3 kerttel is nevezett, hiszen ennyit művelt. Ebben az évben pontosan megkérdeztük, hogy egy-egy kertnevezés mögött hány kertművelő szorgoskodik, hányan művelik a kertet, és bizony meglepődtünk, amikor a 7800-as létszám összejött. A 2207 kertet 7800 kertművelő gondozta és ápolta. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó arány. És mivel a koordinátorok mindenhol nagyon lelkismeretesen dolgoztak, és szinte a település minden lakójához eljuttatták ennek a programnak a hírét, így büszkén mondhatjuk, hogy ez a versenyhír 3,1 millió emberhez jutott el. Én úgy gondolom, hogy ez ebben az évben még több csatlakozót és még több kertművelőt fog bevonzani a programba. A helyi verseny lefolytatása után a helyi zsűri az első helyezettek közül országos díjra jelölhetett kerteket, Magyarország legszebb konyhakertje díjra. És ezt 83 település tette meg, összesen 207 kertet neveztek országos díjra. Nem gondoltuk, mi országos zsűri, hogy ez ekkora lesz ez a szám. Kicsit meg is ijedtünk tőle, hogy jaj, mit fogunk ezzel tenni. Nem is volt nehéz, illetve nem is volt könnyű dönteni a kertek tekintetében, hiszen higgyék el, hogy egy-egy országos díjra jelölt kert között alig-alig volt különbség, és éppen ezért az én szememben 2015-ben 207 országos díj született meg. Bár nem tudtunk ennyit kiadni, különbséget kellett tenni, de még egyszer hangsúlyozom, ez a különbség tényleg egy hajszál volt kert és kert között. De az igazságot kellett tenni, így aztán 34 országos díjat osztottunk ki, és ehhez még a 34 országos díjhoz hozzájött az a 14 megújító díj, akik másodjára kapták meg ezt az országos díjat. És ami meglepetés volt számunkra, hogy 4 kert már harmadjára országos díjas lett, ezért ki kell adnunk egy örökös díjat, amit én úgy gondolom, hogy most már nem lehet tovább fogozni. Tehát aki az örökös díjat megkapta, az úgy marad. Ennyi. Kész. Magyarország legszebb konyhakertje az övé. Tegyen, amit akar, most már ő
országos díjas lett. De két külön díjat is ki kellett osztanunk, hiszen olyan szépek voltak a kertek, volt egy legidősebb díjunk, és volt egy leggazdagabb kert, majd elmondom, hogy kié volt, ez is egy érdekesség. És ami szintén érdekesség, a 2015-ös évet tekintve kiadtunk egy közönségdíjat is, és az én drága segítőm Szokai Szilvi, aki ott áll hátul, és azért majd még szólok róla, nem nyugodott, és minden állon a Facebookon meg akarta ezt hirdetni. Először hevesen tiltakoztam, aztán beadtam a derekamat, és azt mondtam, hogy jó, csináld, de nem akarok vele foglalkozni, mert már nem győzöm a sok munkát, és ő azt mondta, hogy ezt ő át az ég végig csinálja. És végig is csinálta. Az országos díjra jelölt kertek közül 110 kert fotói kerültek föl a Facebook oldalunkra, és lehetett szavazni. 456 ezer akárhány száz szavazat érkezett be, illetve megtekintés történt, és nem fogja kelleni, hogy több mint 20 országból nézték meg ezeket a kerteket, és így született meg a közönségdíj, amelyet Nagy Kanizsa óvodája kapta. Láttuk is ezt a kertet, és tényleg gyönyörű volt, úgyhogy nagy siker volt a közönségdíj, 2016-ban is lesz, úgyhogy majd figyeljék a Facebook oldalt, és lehet a gyönyörű kertekre szavazni, hogy még egy díjat többet ki tudjunk osztani. Az országos eredmény hirdetés az Omékon történt, az Omék zárónapján. Én úgy gondolom, ez a kert esetleg a mennybe menetele volt, hiszen nagy örömére szolgált mindenkinek ott összejönni, és ezt követően november 20-án a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében az országos díjra jelölt kerteseket is vendégül láttuk, és ők is megkapták az elismerő oklevelüket, hiszen, ahogyan már az előbb is hangsúlyoztam, egy hajszál múlott azon, hogy nem itt az Omék zárónapján találkoztunk velük. És ma az én drága koordinátoraim minden településen lelkiismeretesen dolgoztak, az értékelő összesítő lapon nagyon sok eredmény érkezett hozzánk, és ezekből az eredményekből szeretnék most önöknek egy párat felvillantani. Igen, lehet látni, hogy Magyarország eléggé vezöldült, hiszen nagyon sok település jelentkezett, viszont lehet látni, hogy Erdélyből az udvarhelyszéki települések is szép számmal 24-en csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, Délvidékről Bácskosútfalva testvérvárosa Karcagnak, Temerin és Magyar Kanizsa jelentkezett, volt egy lengyel városunk is, és volt egy dél-angliai városunk is, Plymouth, akivel a mai nap folyamán még fognak találkozni, és az egyik külön díjat egy plymouthi kertművelőnek adtuk oda, hiszen egy 20-akárhány négyzetméteres pici kis kertben, tudják ezek az angol szalagkertek, ami a két ház között van, gyönyörű kertet alakított ki, a kéti kertje. Több mint 156 féle növénye volt, és mindegyiknek tudta a latin nevét, és tudja, hogy melyik gyógynövényt, fűszernövényt mire kell használni, úgyhogy igazán egy példaértékű kis kerttel volt szerencsénk megismerkedni. Lengyelországban Ludwig városa indult, és ebben az évben Horvátországba szeretnénk terjeszkedni, ezt csak így titokban elárultam önöknek. Reméljük, sikerül. Mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy mely kategóriák a legnépszerűbbek. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy igazság szerint minden kategória népszerű, kivéve a balkon kategóriát. A balkon kategóriában nagyon nehéz. Egyrészt szép kialakítású balkonokat látni. Igen, tehát a balkonon nem egyszerű úgymond kertészkedni, itt is feladatunk van, meg kell mutatni az embereknek, és meg kell tanítani őket a balkonon is kertet művelni. Ez fontos több szempontból is. Fontos egyrészt azért, hogy ne úgy jelenek, mint az én drága karcagi tűzoltó parancsnokom Lévai Kálmán, aki a balkonjával jelentkezett, és bizony-bizony cserepekben tartotta a paradicsomot, ami nagyon jó és dicséretes dolog, de naponta kétszer kell öntöznie, mert a cserép az gyorsan kiszáradt. És amikor beszélgettünk róla, akkor mondta, hogy hát igen, most már legközelebb ládába teszem, mert talán praktikusabb lenne. Igen, tehát nem egyszerű a balkonon kialakítani
azt a fényviszonyt, ne égesse le az oda tűző nap a növény. Csapadék nem öntözi a balkon. Tehát azt a fényviszont, az öntözési módot, az elhelyezési módot, hogy az a növény jól érezze magát. És fontos azért is megtanítani, hogy azok az idős emberek, akik világéletükben, földközelben élték mindennapjaikat, mindig földet műveltek, mindig volt kertjük, de időskorukra emeletes házba, karcagiasan mondva, polcos házba kerülnek, akkor ott is tudjanak egy picit kertészkedni, hiszen ha csak kitotyognak az erkélyig, és ott egy picit kapirgálnak a ládák, cserepek között, már is jobban érzik magukat, és nem annyira életidegen az a közeg, ahová időskorukra úgymond bekényszerültek. De ha megnézzük a grafikonokat, akkor egyértelműen lehet látni a normál kert, a normál kategória a legnépszerűbb, és a másik legnépszerűbb a zárt kerti kategória, bár megosztik a zöldséges, gyümölcsös és a vegyes kategória között. Tehát a közösségi kategóriában is szép eredményeket értünk el, hiszen az előző évhez képest nagyon sok közösség, egyre több közösség jelentkezik a versenybe, és ez nagy öröm számunkra, hiszen ha megnézik, akkor a közösségi kertek közül a legmagasabb számban az óvodák vannak jelen. És ez szintén nagyon nagy öröm számunkra, hiszen ha egy óvodás gyerek elkezd kertet művelni, akkor szerintem úgy marad. Felnőtt korára is. És ez a cél, hogy megszeressék a kertet, és ahogy főszervezető úr is mondta, és én is mindig hangsúlyozom, ha egyszer valaki beoltódik ennek a szeretetével, azt nem lehet belőle kiirtani, higgyék el. Nagyon sok önkormányzati kert vesz részt a programban, ennek is nagyon örülünk, hiszen nagyon szép kerteket gondoznak, és a munkafegyelemmel sincs semmi gond, tehát hogyha versenyeznek, akkor már is nem kényszer a kertművelése, hanem verseny. És nem lehet alul maradni, és nem lehet gyomos kertet, és nem nagyon szép kertet gondozni, hanem annak a kertnek kell a legszebbnek lennie, amit az a csapat gondoz. És én úgy gondolom, hogy ez bizony meghozza az eredményét. Nagyon sok általános iskola csatlakozott, középiskolások is a programban vannak. Külön öröm számunkra, hogy Kenderesen a mezőgazdasági szakközépiskola a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott mezőgazdasági szakközépiskolák között külön versenyt hirdetett, és szép eredménnyel is folytatták le ezt a versenyt, és ebben az évben szintén szeretnénk ennek a hagyománynak ismét teret adni, minél több középiskolás csatlakozzon ez a programhoz. Főiskola egyetem még nincs, de bízom abban, hogy őket is meg fogjuk hordítani előbb-utóbb. Nagyon sok civil szervezet, lagóközösség is jelentkezett a programra, és nem fogják elhinni, van, amikor egy utca hív föl engem, hogy az utcán olyan jó kis szilvafáik vannak, lehet azzal nevezni. Miért ne lehetne? Viszont finom pálinkát főznek belőle, hagyítsák egyenek a szilvafájukkal. De bizony, amikor több tízemeletes ház közötti kis kialakított parkban lévő kerttel neveznek, én úgy gondolom, hogy ez egy igazán szép eredmény, és higgyék el, azok a kertek is gyönyörűek. És mivel a zsűri nem csak egyéb szakmai dolgokat néz, hanem különböző szempontokat is figyelembe vesz, nagyon sok mindent megkérdeznek a kertesektől, és a koordinátorok igazán nagyon lelkiismeretesen kezelik ezeknek az értékelő lapoknak a kitöltését és a tartalmi adatoknak a hozzánk való eljutását. Így elég sok információ birtokában vagyunk már, ezeket szeretném önökkel megosztani. Nézzék meg, Bető Magar, elég sokan és egyre többen nem vagyunk elégedettek, és egyre többen használnak saját vetőmagot. Egyébként olyan érdekes, hogy azt szoktuk mondani, hogy ha vetőmagot mi saját magunk gyűjtjük, akkor egy idő után elkorcsosul, és akkor nem biztos, hogy az olyan nagyon jó lesz. De amikor mi Szankon voltunk, akkor meglepődve hallgattuk szívvel azt, hogy az egyik idős kertművelő néni azt mondta, 80-valahány éves volt a néni, 84 vagy 86 éves, és mondom igen, hogy ő a déd nagymamájától örökölt vetőmagot használja. És külön praktikája van arra, hogy azt a vetőmagot hogyan gyűjti.
Hát még nem árulta el, de előbb-utóbb el fogja árulni nekünk, biztos vagyok benne. De ennek is megvan a csínya-bínya, és nem véletlenül mondom, hogy az idős emberek birtokában nagyon nagy tudás van, egyébként ravaszat, mert sokszor nem árulják el. Somolyognak, mosolyognak, és tudjuk, hogy akkor ott van valami a felszín alatt, oda vissza kell menni, és addig kell udvarolni, addig kell beszélgetni, még egyszer majd csak elmondják a titkukat, mert higgyék, hogy sokan titkok titokként őrizik, vagy őrzik ezeket a fortéjokat. Én úgy gondolom, hogy a tápanyagutánpótlással sehol sincs gond, hiszen mindenki igyekszik szerves tápanyagutánpótlással dolgozni, minél kevesebb műtrágyát használni, nagyon sokan komposztálnak, ha nem komposztál, akkor csak azért teszi, mert nem tudja megtenni, egyébként így dolgozik. És ugyanez igaz az öntözési szokásokra is, nagyon sokan, aki csak teheti, esővizet gyűjt, azzal öntöz, csak vizet, csak szükség esetén muszájból használnak. Ez szinte minden értékelő lapon föl van vezetve, hogy csak akkor öntöz esővíz, vagy csak vízzel, ha már nincs esővize. Egyébként még gondolkodunk azon, hogy mit tegyünk azokkal a kertekkel, ahol egyáltalán nem lehet öntözni, hiszen mondjuk egy zárt kert, és nincs kunyhó, és nem tud hol esővizet gyűjteni, de olyan gyönyörű a kertje, hogy az valami fantasztikus. Nem tudjuk, hogy csinálja, biztos van valami titka módszere, ezt is majd még próbáljuk begyűjteni, és én úgy gondolom, hogy talán-talán valami úton, módon a nem öntözhető kerteket is valamilyen módon külön fogom majd értékelni, de ezzel még gondolkodom. Igaz, egészségére így van. Akkor ez jó gondolat volt. A kártevők elleni védekezésnél is jól állunk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy mindenki igyekszik ökobiológiai módszerekkel védekezni, és csak a legszükségesebb esetben permetezéshez, vegyszerhez nyúlni. Ezzel kapcsolatosan most már kötelező a permetezési napló vezetése, szabályos, hiánytalan vezetése, és én kérem is a koordinátorokat, hogy ezt követően ebben az évben is ezt nagyon szigorúan vegyék minden kertestől. Persze ne úgy, hogy ha valaki nem vezet, akkor a sárga földig ledorongoljuk, hanem humorosan, kedvesen rá kell vezetni az illetőt, hogy milyen jó lenne, hogyha mégiscsak fölírná, ha máshová nem, akkor egy kockás füzetbe, vagy akármilyen kis papírra, hogy mikor, mit, mivel permetezett, hiszen akkor tudja, hogy mennyi a várakozási idő, és nem fog abba a hibába esni, hogy permetezés után két héttel, amikor még tilos, már szedi a cseresznyét mondjuk az unokájának. Nem lehet országos díjra jelölni azt a kertet, akinél nincs permetezési napló, és el is kell küldeni a permetezési napló másolatát. Ez nekünk nagyon fontos információ. És higgyék el, hogy még ebben az évben, 2015 országos zsűrizése során is ráakadtunk olyan permetezési naplóra, ami nekünk nagy feladatot ad. 13 éve lejárt és betiltott szerekkel még mindig permeteznek emberek. Hogy honnan van, nem tudom. Sublót fiókból biztos valahonnan előveszi, de olyan nagy arányban szórta meg a kertjét, hogy kb. 30 évre vágta tönkre azt a talajt. Tehát nagyon fontos, hogy lássa a szakma azt, hogy milyen szerek vannak használatban, mit alkalmaznak az emberek, mert ezek bizony nekünk beszédes információk. Egyre kevesebb egyébként, aki nem vezet permetezési napot, vagy szabálytalanul teszi azt, de még mindig nagyon sok a tennivaló ezen a téren. És akkor jöjjenek azok az információk, amik már a plusz program tartalmat érinti. 2014-ben madárbarát kert volt a szlogenünk. Hát csak hogy ne unatkozzanak a kerteseink, és nem mindig csak a kertről szóljon, hanem legyen benne egy kis plusz is. Minden évben egy pici kis plusszal megtoldom ezt a versenyt. 2014-ben a madárbarát kert volt a szlogenünk. És úgy gondolom, hogy meghozta a hatását, hiszen nézzék meg, hogy 2014-ről 15-re mekkorát szaporodtak a madárbarát kertek. Nem mindenki regisztrált, de nagyon sokan részben madárbarát kertet tartanak, ami azt jelenti, hogy madáretető itató, tehát kettő a háromból megvan, és odú is a legtöbb kertben vagy mellette elhelyezésre kerül. 2015-ben a gyógy- és fűszernövények volt a fő hangsúlyos
témánk. Itt is szép fejlődést értünk el. Egyre többen használják tudatosan a gyógynövényeket és a fűszernövényeket is. Én tervem, hogy a régi fűszernövények kerüljenek vissza magyar kertekbe, hiszen olyan gazdagon is olyan jól lehet édesíteni az ételeinket segítségükkel, és a legtöbbjük pedig gyógynövényként is funkcionál számunkra. Hát az én drága kerteseim mindenféle különleges növényekkel szeretnek kísérletezni. Különleges termesztett fajták is vannak, előszeretettel alkalmazzák, de egyre jobban jön föl a régi fajták megbecsülése, hiszen rájönnek az emberek arra, hogy jó-jó kísérletezni mindenféle kivivel, ezzel, azzal, amazzal, de a legjobban mindig az őshonos, a tájjellegű növények hálálják meg a gondoskodást, és azokkal lehet igazán sikert elérni. Tehát ahol nem alkalmas a talaj bizonyos növények megtermesztésére, vagy tartására, akkor ne kísérletezzünk vele, hiszen legtöbbször csak kudarcot élhetünk meg általa. És fontos is, hogy összegyűjtsük ezeket a növényeket, hiszen sokszor találkozunk olyannal, hogy nem tudja a bácsi a körtefa nevét, de azt mondja, hogy már a nagyapja idejében is ott volt, és 80-valahány éves a bácsi, tehát biztos, hogy nem 5 éves körtefáról van szó. És ezek nagyon fontosak, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy milyen hosszúság, amikor már 8. vagy nem is tudom, hanyadik alkalommal a 4-6 éves baraszkfánk megy tönkre, és hiába pótoljuk, megteszi ugyanazt még egyszer, és ki tudja, hogy hányszor, mert hát a fák sem olyanok már régen voltak. Nem tudom, hogy mire oltják őket? Az oltás. Jó szerintem többenek tudom oltani, aztán majd ellenálló fajtákat fog tudni tartani a kertjében. Igen, a régi fajták, azok mindig is sokkal ellenállóbbak, sokkal nagyobb sikereket lehet velük elérni. Igen, ahogy említettem, legtöbben és szinte mindenki a természetes és a ökobió módszerekre törekszik. Nagyon sokan vetésforgót, vetési tervet, vetési naptárat használnak, tehát tudatosan, nagyon szakszerűen kertészkednek, profi módon szinte mondhatjuk ezt, és mindent elkövetnek azért, hogy minél szebb, minél ápoltabb legyen a kertjük, és minél jobb termést érjenek el. Nagyon sokan alkalmaznak talajtakarást, kiemelt ágyásokkal egyre többen dolgoznak, rugas kordonmódszert használnak és alkalmaznak. A kis helyeknek a kihasználása fantasztikus ötletességgel megoldható, hiszen egy mini kertben is, ha fölfelé futtatjuk a uborkától kezdve a legtöbb növényt, amit csak tehetünk, hatalmas termést és gyönyörű rugasokat lehet elérni általa. Igen, a másod-harmad vetéssel egy kicsit nagyon feladatunk van, hiszen sokan nem tudják, hogy mit lehet másod-harmad vetésben vetni. És én úgy gondolom, hogy itt az ismeretterjesztésnek nagy indokoltsága van. Bár most ebben az évben, 2015-ben a harmad vetés az a legtöbb kertben abszolút szóba se jöhetett, sőt volt olyan kert, hogy az első termést sem tudták betakarítani, mert úgymond nyár közepén megszűnt a kert létezni a nagy forróság és a szárazság miatt. Sajnos ezek mindig veszélyei egy időszaknak, egy termesztési évnek. De úgy gondolom, hogy ha valakinek a birtokában van a tudás, akkor ha lehetősége van, meg tudja tenni. Egyébként a profi kertművelik még negyedvetésig is eljutnak, nyilván egy időjárás is kell hozzá. De mindenképpen ismeretet kell adni a fiataloknak ahhoz, hogy hogyan tudják a helyet minél jobban kihasználni. És akkor eddig tartott a 2015-ös évünk eredmény listája. Én úgy gondolom, hogy nagyon eredményes évet zártunk. És akkor elérkeztünk egy ünnepélyes pillanatra, hiszen szeretném Tisza Gyendán is meghirdetni a 2016-os programot. És akkor nézzük meg, hogy milyen tartalommal fog ez bírni ebben az évben. A kiemelt témánk, csak hogy ne unatkozzanak a kerteseink, a több generációs kert,
aminek jegyében szeretném, hogyha a kertbe kijönnének a legkisebbek is, akár a 2-3 éves cseppek is, és művelnék a kertet, ahogyan a jobb oldali képen ezt mindig elmondom, mert muszáj vele elindítani a kertet, mert ő az én unokám, igen, 2,5 évesen. Borzasztó nagy elánnal műve, vagy ültette a paprikát, és holnap fog érkezni hozzánk, és megkapja a paprika fűzét. Persze nem tud dőlni, mert csípős paprika, de nagyon büszke lesz, és biztos, hogy a gyakában fog kikötni. És nagyon szeretett kertet művelni. Ő igazi fővárosi gyerek, aki nem olyan környezetben él, ahol lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ígérem, hogy akárhányszor karszakra ír hozzánk, mindig kertet fog művelni, és én bízom abban, hogy sikerül megfertőzni a gyereket. Igen, hogyha a gyerekeket, unokákat bevonjuk a kertművelésébe, én úgy gondolom, hogy megteszünk mindent azért, hogy a kertjeink egy idő után gazdagon teremjenek számunkra. A kategóriák nem változtak. Balkon kategória, mini kategória 50 négyzetméterig, normál 50 négyzetméter felett. És jönnek a zárt kertek, zöldséges, gyümölcsös és a közös kategória. És természetesen a közösségi kategória, hiszen szeretnénk látni a csoportokat, szervezeteket, óvodákat, iskolákat, minél többet. Viszont nagyon fontos a koordinátorok számára, hogyha valaki két kerttel nevez, mert otthon az udvarában van kert, de van zárt kertje is, és mind a kettővel szeretne nevezni, akkor két jelentkezési lapot kell kitölteni. Jó. Eddig elfogadtuk egy lapon, most két lapon kell azért, hogy az adminisztrációt könnyebben tudjuk elkülönülten végezni. Ez a 7 kategória maradt, bár fűztek, hogy legyen több kategória, de a 7-es az egy jó szám, így aztán 7 kategóriánál maradtunk. És maradunk is. És az elvárások, bírálatoknál az előnyt sem változtattam. Én úgy gondolom, hogy ezek elegendőek. Fontos, hogy lehetőleg vegyszermentesen gondozza az illető a kertjét, ökobium módszereket alkalmazzon, mindent tegyen meg azért, hogy ne kelljen permetezni, és hogyha permeteznie kell, akkor vezessen róla naplót, lehetősége szerint gyűjtsön esővizet, szerves tápanyag utánpótlással dolgozzon, komposztáljon. Tehát tulajdonképpen ezek mind-mind maradtak, ahogyan tavaly előtt is voltak. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az őshonos tájfajtákra, ezeket szeretnénk gyűjteni is. Ha valahol ilyen kertre akadnak, akkor azt kérem, hogy jegyezzék föl, mert utána ezt konkrétan meg is tudjuk nézni, és szakemberek ezt kézbe tudják venni. Ugyanez igaz a régi praktikákra is, hiszen fontos, hogy összegyűjtsük a receptúrákat, mert nem szabad, hogy a tudás elveszteni. Én jártam olyan kertszemlén, és nagyon rosszul éreztem magam, amikor egy bácsi elkezdte mondani, hogy valamilyen nem is tudom, ilyen földben mászó bogár, olyan furcsán mondta a nevét, és a bácsi ellen hogyan védekezett a nagypapája, elkezdte mondani, és nem tudta befejezni. Aztán kerekített egyet, és azt mondta, hogy hát akkor ezt ő elfelejtette. És az a tudás elveszett. Mert elfelejtette, nem tudja, és azóta sem tudjuk, hogy az ellen, a kártevő ellen, az ő nagypapája mit csinált. Tehát, hogyha nekünk nincs erre figyelmünk, és nem gyűjtjük össze őket, akkor bizony-bizony ez a tudás elvész, és szegényebbek leszünk általa. És akkor itt egy picit megállnék, mert szeretnék bemutatni önöknek egy nagyon kedves munkatársamat, szintén a minisztériumból. Klenk Enikőt. Enikő, légy szíves, tudom, hogy nem szereted, de állj föl. És kérek egy tapsot is neki, mert Enikő az, aki a módszereket összegyűjti a tavaly már kitöltött értékelő lapok alapján, és elkezdett rajta dolgozni. És biztos vagyok benne, hogy egy idő után fogja nekem jelezni, hogy ez is hiányos, lehet, hogy már bólogat is, igen, már bólogat, jó. Tehát nagyon fontos, hogy egy-egy praktikát, mintha egy receptet, hölgyeim, mintha egy receptet írnánk le, úgy kell összegyűjteni, mire használják, mikor, és mi az a receptúra. Az kevés nekünk, hogy hígított tejjel locsolom, vagy tejvíz keverékével locsolom. Mit?
mikor, mennyi víz, mennyi tej, savós, meg alszik, vagy mit csinál, vagy hirtelen kér a csorom, vagy tövér el a csorom, permetezem a levelére, mert hogy nem mindegy. Tehát amikor egy ilyen módszer, praktika felmerül, akkor ott kérem a koordinátorokat, meg a zsűrit, hogy pontosan írják le, mert mi csak ebből tudunk dolgozni, és ebből fogunk tudni úgymond egy receptkönyvet összeállítani, hogyha valaki, mint ahogy én is jártam Magyar Kanizsáról hazaérkezvén, megnéztem a növényeimet, és tiszta legyetetű volt minden. Se baj, van 6 könyvem, felütöm, és megnézem a módszert. Felütöttem, nincs. Másfél óráig kutakodtam, míg nem kaptam egy csendes idegrohamot, hogy a 6 könyvből semmi okosságot nem tudok kitalálni, hogy hogyan is lehetne mindenféle ilyen levekkel, ötyökkel védekezni a levéltetvek ellen. Tehát nekünk egy olyan könyvet kell összeállítanunk, hogyha valaki kertből sárosan fölérkezvén valamit meg akar nézni, akkor pontosan ott legyen el, és ne kelljen másfél órát kutakodnia, és mondjuk 8-10 könyvet, vagy akár mennyit megnéznie. De ez az kell, hogy pontos receptúrát gyűjtsenek össze, hogy kérek mindenkit, hogy így dolgozzon. Szegény Encinek ne kell utána telefonálni, és külön nyomozati munkát végeznie. Előbb-utóbb össze fog jönni. És a eddigi fő témák, motivumok továbbra is érvényben vannak, a madarak a kertben, a gyógy és fűszernövények jelenléte is fontos, és ahogyan már említettem, a több generációs kert, fogom nézni, külön fogjuk nézni, hogy hány kertben jelentek meg a minél fiatalabb generációban gyerekek, unokák, dédunokák. És hogy minél jobban belegyenek vonva ezek a gyerekek a kert művelésébe, 2014-hez hasonlóan hagyományt teremtve, szintén ebben az évben is meghirdettem az Én kis kertet kerteltem országos gyermekrajzpályázatot az óvodásoknak és az általános iskolásoknak. Szépen érkeznek be a rajzok, gyönyörű írásokkal, megható írásokkal. Ezeket 2014-ben is olyan jókat kikerektem estéként, amikor elolvastam, mert olyan meghatóak voltak. Most is írtam már egy párszor, mert annyira édeseket írnak, hogy ezt nem lehet megállni könnyek nélkül. És várjuk a gyerek rajzokat, amelyek színesek és bármilyen rajzeszközzel elkészíthetőek. Nevezni a weboldalunkon a www.alexekonyhakertek.hu oldalon lehet online regisztrációval, ahová beírja a kert vagy a rajzot beküldő gyerek a adatait. És természetesen a megadott címre elküldi hozzánk a szép rajzát is. Igen, a felső osztályosok után a középiskolások már nem szeretnek rajzolni, 2014-ben ezt tapasztaltam, de hogy ők se maradjanak ki, ezért számukra országos fotópályázatot hirdettünk, saját művelésű konyhakertről kell fotót készíteni, és szintén a honlapon keresztül beregisztrálni, és majd a fotókat az általunk megadott módon eljuttatni hozzánk. És ahogyan már említettem, 2016-ban is lesz közönségdíjas szavazás a országos díjra jelölt kertek közül. Ennek az ideje várhatóan október 1 és október 15 között lesz. Ezek hozzávetőleges dátumok, és minden hozzávetőleges dátum, ha bármi változás és pontosítás van, akkor azt minden koordinátor, minden település időben meg fogja tudni, és meg fogja kapni. A 2016-os csatlakozás egy picikét másképpen történik, mint 2015-ben, hiszen a honlapon, a www.alexekonyhakertek.hu oldalon egy online regisztrációval kezdődik, ami tulajdonképpen az egész folyamatot elindítja, hiszen ezt követően mi elküldünk minden programcsomagban tartalmazó minden anyagot, ami szükséges a program lefolytatásához, de a szándéknyilatkozatot már csak az együttműködési megállapodás aláírása után várjuk a településektől, így egy posta fordulóját meg tudunk spórolni. A határidő február 29,
de én már most látom, hogy hosszabbítani kell, hiszen olyan ütemben jönnek be a jelentkezések, hogy balgaság lenne leállítani, és bárki csak azért, mert a határidő lejár, elzárni ettől a lehetőségtől. Most 120 vagyunk, 121-en vagyunk, mindig változik. Hát mi lehet, hogy mire kimondom, már 123-an vagyunk, ezt nem lehet tudni. Tehát ott kell regisztrálni, minden adatot kitölteni, és ez alapján történik meg az együttműködési megállapodás előkészítése, és megkapja minden település a szabályzatot, az útmutatót, ami tulajdonképpen mindent tartalmaz a program lebonyolításához, és amikor az együttműködését visszaküldik, akkor kell hozzánk eljuttatni a szándéknyilatkozatot. Lehet csatlakozni a településnek, de fölvállalhatja akár egy közösség, egy civil szervezet, egy kertbarátkör, vagy akár egy magánszemély, ahogy tette 2014-ben Nagy Iványon Bári Ágnesünk, akinek külön hálás vagyok ezért, és maga után mozotta az egész települést. Ilyen volt Békés Csabán egy magánjelentkezőnk, aki aztán a Békés Csabai várost hozta maga után. Tehát bárki tulajdonképpen, aki aktivitást és kedvet érez a helyi lebonyolításához, az jelentkezhet és felvállalhatja, hogy lefolytatja a településén ezt a versenyt. Nem olyan bonyolult. És várjuk a kertművelőknek a jelentkezését. Én bízom abban, hogy a koordinátorok sikeresen megtalálják majd annak a módját, hogy minél több kertnevezőt vonzanak be ebbe a programba. Én szeretném, hogyha minél többen mutatnának példát a most még kertet nem művelő emberek számára is, és én biztatok mindenkit, hogy bátran mutassa meg a kertjét, hiszen egy kert, amit művelnek, az csak nagyon szép lehet. És én úgy gondolom, hogy mindenki büszke a munkájára, hát akkor mutassa meg a kertjét. És én azt kívánom magunknak, hogy legyen Magyarország minden kertjében zöldség, gyümölcs, és legyen ez a balkonra is igaz, és a zárt kertekre is. És ne legyenek elhagyott, hogy a zárt kertek, mert az csak csupa szomorúság. És én úgy gondolom, hogy egy kert pedig az arra való, hogy boldogságot és egészséget teremtsen számunkra. Köszönöm a figyelmüket, és bízom abban, hogy 2016-ban is nagyon eredményesek leszünk, de mielőtt lezárnám a gondolataimat, szeretném, hogyha azt a fekete táskát szélőddel letenni a székre, és ide jönne középre, mert szeretnék neki egy nagy tapsot kérni. Szokai Szilvőről, az én nagy segítségemről van szó. Mert hogy ő az, aki megmentett engem a programban való elhalálozástól, hiszen végre most már nem egyedül kell elhalálozni, hanem segít, és tulajdonképpen a legnagyobb terhet az adminisztrációt levette a vállamról, de az adminisztrációt, hát megcsinált egy olyan gyönyörű honlapot, amit remélem, hogy mindenki meglátogatott már, hiszen érdemes megnézni, mert profi, és nagyon szép és gyönyörű tartalommal van megtöltve. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a segítségét, mert ilyen munkatársal lehet előre haladni, és szárnyalni, és dolgozni. De köszönetet kell mondanom a minisztériumnak is, az Agrárfejlesztési Főosztálynak, mert hogyha ők nem segítettek volna, és nem álltak volna így mellénk, akkor mindezekkel a nagyon szép eredményekkel, amiket itt most elsoroltam önöknek, azt hiszem, hogy nem tudtunk volna büszkélkedni, úgyhogy nekik is kérek egy nagy tapsot. És van egy hírem. És van egy új munkatársunk. Bár ő még nem tudja, de én már tudom. Hát az ilyen. Egy nagy tapsot kérek. És Adrián olyan gyönyörűen és annyira nagyon jól ír, hogy az valami fantasztikus, és mivel annyira nagyon jól ír, most már végre neki nem kell írni, mert állandóan írok, higgyék el, állandóan írom, hogy ezt kell írni, azt kell írni, és már mindezt milliószor leírtam, és borzasztó, mindegy, egyébként szeretek írni. De végre most már Adrián ír, és ebből kifejezőleg lesz hírlevelünk, Facebookos levelünk, és mindenünk, úgyhogy tulajdonképpen így, de szépen szaporodik a kis csapatunk, és most már tényleg össze fog jönni az a programiroda egyszer, amit már nagyon régóta tervezünk főszervezeti úrral, és én úgy gondolom, hogy ez a kis csapat nagyon jól fog együttműködni, és ha mindenhol ilyen jó koordinátor van, higgyék el, a koordinátor a kulcsfigurája
a programnak, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikereket tudunk elérni, és megmozdul ez az ország végre, és tényleg azt fogjuk látni, amikor autózunk, hogy itt is egy szép kert, ott is egy szép kert, ez is szép, hú de szép! És nem azt kell számolni, hogy ez is megművelve, ez is kopár, jaj Istenem, itt még fű sincs. Tehát én azt szeretném, hogyha az egész Magyarországon az összes település, legyen az a kisebb falu, legnagyobb város, gyönyörű, zöldséges, gyümölcsös kertekkel büszkélkedhessen, és én bízom abban, hogy önök engem ebben segítenek, és gyönyörű eredményeket fogunk elérni. Úgyhogy hajrá Tisza Gyenda, hajrá Tisza Igar, Nagy Iván, Tisza Őrs, ki van még itt? Tiszarof, Berekfürdő, igen, és itt van Dél-Anglia, úgyhogy szeretném, hogy Hanikó is felállna, és akkor egy nagy csapat kérjük. És Vimutot neki köszönhetjük, köszönjük szépen, és én úgy gondolom, hogy így színesedünk és így gazdagodunk, hiszen mindenkitől nagyon jó dolgokat lehet tanulni. Ezt még elmondom, aztán nem beszélek többet, ígérem. Amikor a Plymouthi kerteket megnéztük, akkor különböző növényeket láttunk, atticsókat, sok mindenféle fajta volt. Aztán volt egy ilyen hatalmas, hosszú, híves növény, amivel nem tudtuk elmondani, hogy most zöldborsó vagy zöldbab. Mindegy is, valamilyen volt, de fekete volt, borzalmasan nézett ki. És akkor mondták, hogy hát most valami történt, fele jött a kört, meg nem tudom én, mi történt. És akkor mondom, és akkor mit csináltak? Rám néznek, és azt mondják, hogy tavaly jól sikerült. És le volt rendezve. Mi elkezdünk görcsölni. Ja Istenem, mivel permetezzen, mit csináljuk vele, semmi gond. Ők, sikerül, rendben van. Nem sikerül, tavaly jó volt, majd jövőre jó lesz. Tehát mindenből lehet tanulni. Én úgy elgondolkodtam majd, hogy az én kertesem már évek idegen a kapájában dőlt volna, hogy nem tud vele mit kezdeni, és egyáltalán. Ők elfogadták, hogy teljesen fekete ehetetlen, mert tavaly jól sikerült. Pipa, kész, mehetünk tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenhonnan nagyon sokat lehet tanulni, és hogyha minél több kertes mutatja meg a kertjét, akkor igazán színes és eredményes lesz az a program, és én csak azt kívánom magunknak, hogy gyönyörű kerteket tudjunk nézni, és mindig ilyen jó hangulatban együtt tudjunk lenni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Szilágyi Lászlóval, Tisza Igar polgármesterével beszélgetünk, ahogy belépett az ajtón, első szava az volt a kovációjához, hogy aláírunk. Tehát azt gondolom, hogy önöknek is nagyon fontos ez a kert program. Igen, tehát valóban visszatérünk a hagyományokhoz, amikor nagyon szépen működtek, hogy a kertek művel voltak, és tényleg mindenki büszke volt arra, hogy milyen szép kis gazdaságot alakított ki, és sajnos már egy kicsit eltávolodtunk ettől a világtól. És ez a lehetőség, vagy ez a kezdeményezés, ami valóban Karcagra elindult, újra egy kis reményt ad az embereknek, és újra azt érzik, hogy valaki értékeli a munkájukat. Örülök neki, hogy be tudtunk mi is csatlakozni ebbe a lehetőségbe, és tényleg nyomon követhetjük, hogy lakosaink milyen szépen művelik a kertjeiket. Hál' Istennek a településünkön is egyre több kert szépül meg, és tényleg a szomszédok versenyeznek egymásra, hogy vajon kinek a szebb, nem a szomszéd fűje a zöldebb, hanem a szomszéd kertje a szebb. És bízunk benne, hogy ebben az évben ismételten nagyon sok pályázó közül tudjuk majd kiválasztani azt, akinek valóban legszebb a kertje. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember is becsatlakozott ebbe a programba, aki valóban tényleg hátrányos helyzetű, és akár közmunkásként éli az életét, és a közmunka során, hogy elvégezték a különféle mezőgazdasági képzéseket, azért ők is rájöttek, hogy nem egy olyan nagy művészet ez a kertészkedés, tehát egy kis odafigyelése és akaratta azért nagyon szépen meg lehet mindenkinek termelni a saját zöldségét. Sajnos nálunk is nagyon sok elhanyagolt porta van, és hát azért falun tudjuk, hogy tehát olyan 800-1000 négyzetméternél kezdődnek a porták. Nem büntetni kell a lakosokat, hogy rengeteg a parlagfű az udvarokon, hanem valóban meg kell őket dicsérni és értékelni kell a munkájukat, hogy micsoda szép terményeket vagy termékeket tudnak előállítani. Mi azért fontosnak tartjuk azt is, hogy a településnek vagy az önkormányzatnak termelünk palántákat, állítunk elő, és azért mindig termelünk felesleget is, hogy mennyi kell az önkormányzatnak, és mennyi az, amit esetleg a dolgozóink között szét tudunk osztani. Ez elindult már a közfoglalkoztatás legelején, és azért nagy örömöm volt számomra is, hogy a lakosaink azért büszkén hozták be, hogy éppen micsoda paprika, vagy paradicsom, vagy akár tök termésük volt. És valóban ez a legszebb konyhakert program meg még tovább fokozza ezt a dolgot, és valóban értékelve is van az ő munkájuk, nem csak mi általunk, hanem központilag is.
És hát azért a palántárakat ismerve azért ez is egy segítség azoknak, akik szeretnének a versenyben részt venni, hiszen ezen is tudnak spórolni. Igen, és tényleg ez a képzés, illetve az, hogy az önkormányzat foglalkozik zöldségtermeléssel, itt eltanulhatják a csíziókat, akár a növényvédelemben, vagy egyéb tápanyagutánpótlásban mi is tudunk egy kis segítséget nyújtani. Ellesik, hogy éppen az önkormányzatnál milyen munkák folynak, és akkor otthon is ugyanezt meg tudják valósítani. Tehát tényleg örülök ennek a lehetőségnek, és bízok benne, hogy ez nagyon sok évig fog még működni ilyen sikeresen. Akkor én pedig szép kerteket kívánok Önöknek, szép konyhakerteket 2016-ban is. Köszönöm szépen. Bár Jágnes alpolgármester asszonyjal beszélgetünk, hiszen Nagy Iván tavaly is nevezett, öntől tudom, idén is nevezni szeretnének a versenyre. Miért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak ehhez a legszebb konyhakertek programhoz? Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Kovács Szilvia alpolgármester asszony keresett meg Karcagról, és mivel még ilyen kezdeményezés nem volt településünkön, mint magánszemély, akkor még úgy vállaltam be ezt az egész szervezést, és igazából 7 jelentkező volt. Azt gondolom, hogy nagyon lelkesek voltak, több kategóriában indultak, és az iskolán belül az alsósok is neveztek, úgyhogy egy közösség is indult, akik szintén lelkesek voltak, és nagyon nagy lendülettel és szeretettel gondozgatták a kis kertjüket. Akkor reméljük, hogy idén ez a 7 esetlen megduplázódik, vagy még több lesz, de gondolom, hogy azért próbálnak segíteni valamilyen szinten az indulóknak is. Igen, természetesen most is szeretnénk szórólapokkal és helyi újságba is hirdetni. Most iskolába, óvodába már kivittem a szórólapot a rajzversennyel kapcsolatban, és remélem, hogy ott is fognak nevezések érkezni. Azt gondolom, hogy nyugdíjas klubot is fölkeresem majd, és több közösséget meg fogok keresni annak érdekében, hogy ez a 7 akár megduplázódjon, vagy megtriplázódjon. Akkor én sok sikert kívánok, és hát azt, hogy akkor Nagy Iván is legyen sikeres a konyhakertek mozgalom. Köszönöm szépen én is. És akkor most rátérünk az Önöket is alkotáló program részre. Felkérem alpolgármester asszonyt és főosztályvezető urat, hogy fáradjanak ki, és majd a szólítandó települések vezetőinek, koordinátorainak adják át a díjakat. De kérem szépen a Karcag TV jelenlévő képviselőit, hogy fáradjanak ki, akiket először Szilvia és főosztályvezető úr elismerésben fog részesíteni, hiszen ők azok, akik a nyilvánosság biztosításával a program kezdete óta biztosítják a legszebb konyhakertek programnak a nyilvánosságot és a publicitást. Kérem szépen, hogy jöjjenek ki. Valaki csak tudja. Aki eddig a kamera mögött lapult. És akkor még mindig nem település következik, hanem kérem Fazekas Gábor, hogy fáradjon ki és vegye át az elismerő oklevelét. Ő szintén nagy támogatója és segítője a legszebb konyhakertek programnak. Elsőnek szólítom Berek Fürdőt. Györfi Józsefet kérem szépen, hogy vegye át a Bereki Kertbarátok Kör Egyesületének, mint csatlakozó szervezetnek. János Hidáról kérem dr. Poller Angéla jegyzőasszony, hogy vegye át a Község Önkormányzatának és a csatlakozó szervezetnek állva ismerő. Sziráki Péter képviselő úr is jelen van? Ó, bocsánat. És jó, akkor majd én átfogom, hát akkor igen. Különösen, mert a koordinátorok nagyon fontosak. Jöjjön Péter, közös fotó lesz majd. Köszönjük szépen a munkáját. János Iga 2015-ben először csatlakozott a programhoz. Csodálatos kertjei közül 2 már az első évben országos díjra jelöltek. Kenderesről kérem Orosz Mihály aljegyző urat, vegye át a Kenderesváros Önkormányzatának, mint csatlakozó szervezetnek.
buszállásról Kocsisné Monoki Juliannát és Doba Józsefet kérem. Egyedül van. Olá Veronikának és Szabó Erikának is köszönjük a munkáját. Nagy Iván képviseletében kérem Bári Ágnest, aki egy személyben, ezt már Szilvia is említette, csatlakozója, koordinátora, mozgatórugója az egész Nagy Iván. Dél-Angliában, Plymouth városában kérem Borsos Anikot, aki felvállalta az angol kisváros konyhakertjeinek bevonását a programba. Kérem, hogy felvállalta a Mátyus Kitchen Gardens Club, mint csatlakozó szervezetnek járva elismerést. És megemlítjük Lakatos Zoltán nevét, aki koordinátorként működik közre a kisváros munkájában. Tisza Gyendáról Balogh Zoltán alkoholmester urat kérem, hogy vegye át Tisza Gyenda község önkormányzata nevében a csatlakozás. És ahogy a minden településen, a csatlakozó településen van ám nekünk nagyon jó koordinátorunk, itt Tisza Gyendán Horváthné Brauner Adrien, aki ír is, szeretném megköszönni a 2015 évi munkáját, és biztatom arra, hogy minél szebb és minél több írás gyűjtsön a minél több kertek mellett. Tiszaigarról Szilágyi László polgármester urat kérem szépen, legyen. Tiszaörösről Balogh Lajost kérem szépen. János, bocsánat. Jó ref, János. Ne haragudjon nekem, még a Lajos. Szalotai Zoltánét és Lendvai Istvánét a kertbarátok képviseletében köszöntöttük tehát. Koordinátori munkájuk elismeréséért kapják a munkát. 2013 óta résztvevője a programnak Tisza Őrs, és már két országos díjas kerttel is büszkélkedhetnek. Tisza Szent Imréről Varga Lászlóné koordinátort kérem szépen, hogy pályázzon ki. Egyházi Készségben gondolkodtának a csatlakozó szervezetnek járó elismerést. És Kocúrvé Tóth Ibolyának a koordinátori munkáját járó elismerést is. Na tehát akkor most kerül sor a 2016-os együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására. Elsőként a házigazda Tisza Gyenda alpolgármestere és Kovács Szilvia fogják aláírni az együttműködési megállapodást. János Siga község. Thank you.
Köszönöm.